televíziónk is csatlakozott ahhoz a fiatalokból álló karcagi csapathoz, akik egy nemzetközi ifjúsági program résztvevőiként francia testvérvárosunkban, Longóban tartózkodtak. A delegációt Szepesi Tibor karcag polgármestere vezette. A delegáció célja a fiatalokkal együtt a magyar és a karcagi ízek, hagyományok bemutatása volt. A programban a helyiek mellett bolgár és lengyel csoportok is bemutatkoztak. A csapat a feladatot kiválóan teljesítette. Hatalmas sikert aratva mind Longóban, mind a megyeszékhelyen, Amiens-ben. Longóban vagyunk, francia testvérvárosunkban, testvértelepülésünkben, hiszen közel 20 éves az a kapcsolat, amely a két település között létrejött. A tavalyi évre tervezték a longóiak ezt a rendezvényt, de aztán a sajnálatos vírushelyzet miatt ezt is halasztani kellett. Rajtunk kívül Longó további testvértelepülései, lengyel, bolgár települések vannak itt, és hát sajnálatosan vettük tudomásul, hogy a német, illetve az angol testvértelepülésük az ott lévő COVID-helyzet miatt nem tudott elutazni ide Longóba. Fiatalok programja van, amely most éppen zajlik itt több napon keresztül, erre érkeztek ki karcagi fiatalok is, és olyan programokon, közös programokon vesztek részt, ahol kézműves foglalkozásokon, település megismerésen kívül gyakorolhatják a nyelvet, ismerkedhetnek egymás kultúrájával. És erre a hétvégére érkeztünk mi a Városházáról egy delegáció, amely nem csak a különböző megbeszéléseket foglalja magába, hanem egyfajta gasztronómiai programot is, hiszen a tegnapi napon Amiens belvárosában, most pedig itt Longóban egy gasztronómiai fesztivál is zajlik, ahol minden település a saját ízvilágát hozta el. Mi most nem a hagyományos karcagi birka pörköltel, hanem egy másik hagyományos magyar étellel, a gulyással próbáljuk megismertetni a itt jelenlévőket, és azt kell, hogy mondjam, a tegnapi amieni kóstoltatás után egy óriási sikere volt ennek a gasztronómiai fesztiválnak. A megbeszélések természetesen értékelve az előző időszak együttműködéseit a jövőről is szólnak, hiszen szeretnénk tovább folytatni ezeket a testvérvárosi kapcsolatokat, különböző területekre kibővíteni. A sport, a kultúra és a gasztronómia az, amely mindannyiunkban megfogalmazódott, illetve a korosztályon szeretnénk változtatni, hiszen többségében fiatalokról szólt az eddigi testvérvárosi kapcsolat, ezt most megpróbáljuk egy kicsit kibővíteni, hiszen most is a 18-23 év közöttiek jöttek össze ezen a rendezvényen, de szeretnénk egy kicsit a senior korosztály, tehát az idősebb korosztály irányába is nyitni. Én bízom abban, hogy ez az immár hagyományosan jól működő testvérvárosi kapcsolat a mostani programmal is tovább fog erősödni. A külföldi delegációk résztvevőivel közösen a további együttműködés lehetőségeit keresve ismerkedtünk a település és a megye új vezetőivel.